Ez az egész iskola, meg ez az egész intézmény egy nagyon befogadó környezet. Általános iskola után tényleg egy felüdülés belépni ebbe az épületbe. Az intézményben a tanárok és a diákok ugyanazért dolgoznak, hogy egy sokkal jobb környezetben és egy jó atmoszférában teljenek el a napok, és igazából mindenki azért dolgozik, hogy a diákok egyre jobban ki tudjanak bontakozni, és hogy minél feljebb tudjanak törni. Itt a Konziban délután veszünk részt a zenei órákon. Vannak kötelező csoportos órák, mint például a szolfés, zeneelmélet, zeneirodalom, zenekar és kórus, valamint az egyéni órák a főtárgy, és fakultatívként fel lehet venni hangképzést, csemballót vagy második hangszert. Számos lehetőségünk van gyakorolni, reggel 7-től 9-ig, valamint este 6-tól 9-ig. Viszont a közeljövőben megújul az iskola, és egy plusz emeletet fognak hozzácsatolni, ami még több gyakorlótermet biztosít nekünk. A hangkultúra egy olyan tantárgy, amely összekapcsolja a zenei és a hangtechnikai ismereteket. A hangkultúra szakosok a közismereti tantárgyak mellett stúdiótechnikai gyakorlaton vesznek részt, tanulnak műelemzést, tehát ahol hangfelvételeket elemzünk, tanulnak mozgóképkultúrát. Ötödében pedig, ami a szakképző ötödév, a hangkultúra szakhoz tartozik az esztétika, a zenei újságírás, a színpadtechnika, és természetesen a teljes zenei ismeretanyag, ami szükséges egy OKJ vizsgához. Az az igazság, hogy én lassan 40 éve vagyok itt. Ez ijesztően hangzik, de ha hozzávesszük, hogy az iskola elődjét jelentő híres István zenekar tagjaként kezdtem 18 évesen, és diplomáig voltam tagja annak a zenekarnak, és utána rögtön itt kezdtem dolgozni, akkor így jön össze ez a közel 40 év. Ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert hogyha mellé veszem még azt a statisztikát is, hogy jelenleg a tanári karunknak közel az egy negyede, egykor ide járt. És majdnem a fele valahogy kötődik ehhez a zenekari iskolához és az iskolához, akkor azt hiszem nagyon sokat elmondtam arról, hogy ez az iskola milyen vonzerőt, milyen közösséget, és hogy milyen perspektívát kínál annak, aki itt fog tanulni.